Nyáron sem feledkezhetünk meg hajunkról, lássuk, mely frizurák hódítanak idén nyáron. Természetes hosszú haj, leginkább középen elválasztva. A könnyed, laza haj a legnőiesebb. Nem kell, hogy hosszú hajad legyen, hajd bátran kiengedve. Coffok és hajfonatok minden mennyiségben. Idén meghatározóbb lesz a krep vagy a begöndörített haj. Az idei szezonban is hódít a feltűzött frizura. Ez nagyon nőies, tekintve, hogy láttatni engedik a vállat és nyakat, nem beszélve arról, hogy nagyon kényelmes viselet a nyári hőségben. Azonban mit sem ér a megálmodott konty vagy fonat, ha hajunk nem megfelelő minőségű. A napsugarak számos veszélyt jelentenek, nem csak bőrünkre nézve. Hajunkat is tönkretehetik a nap ultraviola sugarai. Ennek oka, hogy az UV-sugarak hatására a víz hidrogénperoxidként, vagyis fehérítőként viselkedik. Szétroncsolja a pigmenteket, mire a haj elveszíti színét, fakóvá és merevvé válik. Ha mindezt szeretnénk elkerülni, forduljunk bátran Gellei András mesterfodrászhoz, aki nem csak egy könnyű nyári hajviseletet készít nekünk, hanem a hajápolók világába is betekintést enged. Nagyon nagy igény van most arra, hogy törekedjünk arra, hogy ne csak egészségesen táplálkozzunk, ne csak olyan ruhát hordjunk, ami egészséges, hanem a hajunkat is olyan anyagokkal kezeljük, ami egészséges, ezért egy naturális terméket vettünk fel a palettára, és lehet nálunk kapni olyan naturális termékeket, ami abszolút nem tartalmaz semmilyen állati eredetű anyagot, semmilyen szintetikus anyagot, csak gyógynövényekből épül fel. És tulajdonképpen, ha az ember ilyen anyagokat alkalmaz a haján, ugyanúgy sampon, kondicionáló, finish termékek, akkor egy idő után beáll egy ilyen természetes egyensúly. Ez olyan, mint a ying és a yang, tehát beáll a víz és a protein, a fehérje egyensúlya, és akkor ez az egyensúly megvan, akkor nem száraz, akkor nem töredezett, akkor nem hullik a haj. Hajvégápoló olaj, hogy ne legyen száraz, kreppes, töredezett a hajunk, vagy mindenféle ilyen wax krémek, amivel be tudunk állítani azt a ideális frizurát, amit a fodrász levágott és megtervezett, csak hogy otthon is ugyanúgy el lehessen készíteni. Spanyol alapanyagokból épül fel, még a víz is egy forrásvíz, amit felhasználunk.